Azt gondoltam, hogy érdemes egy beszélgetést lefolytatnom G. Furulyás Katalinnal, az Öregiskola intézmény vezetőjével, Szilágyi Erzsébet helyi kékfestő kiállításáról, amelynek egyben ez a címe, hogy azt gondoltam. Mit gondol erről? Nagy öröm számomra, hogy helyet adhattunk Szilágyi Erzsébet kiállításának. Az az érdekessége ennek a kiállításnak, hogy Odaát Budakeszin van a testvérpárja ennek a kiállításnak, és nagyon büszkék vagyunk, hogy a Magyar Kultúra Napján ezzel az anyaggal készülhettünk. Erzsébet munkáiban sokáig a víz, mint őselem mutatkozik meg az utóbbi 10 évben. Ez a kékfestő kiállítás egy rendkívüli kiállítás, nem a hagyományos, tradicionális kékfestő munkákat láthatjuk, hanem egy nagyon érdekes átértelmezést. Ugye a kékfestő az a kék vászonra, fehérrel nyomott, nyomó dúcokkal előállított minták ismétlődéséből áll. Itt mást látunk, tehát egyrésztről Erzsébet használja ezeket a hagyományos nyomó dúcokat, de mint ahogy a mai világunkban, a modern világban, általában nem a tradicionális kereteket követjük, és nem mindig működnek a nyomó dúcok. Így az ő életében és a művészi világában is váltott, és speciális lenyomatokat képezett. Sok helyen a saját teste a nyomó dúc, úgyhogy ezek nagyon érdekes átértelmezéseket hoztak létre. Mondhatni azt, hogy itt a tradíció a modernitással találkozik ezeken a képeken. Igen, ez nagyon érdekes, és ez egy olyan fantasztikus crossover érzés, és tulajdonképpen nagyon jó találkozás, a modernitás és a tradíció. A kiállítás megnyitón egyébként a Mufflon Jazz Band játszott, és egy magyar népdal, az azt gondoltam kezdetű népdalnak a jazz átdolgozatát adták elő. Ez valami olyan érzés volt itt mindenkinek, aki a teremben ült, hogy milyen fantasztikus, hogy ezt az egy ősi dalt más módon is meg lehet közelíteni. Ez segített abban az értelmezésben, hogy itt is a modern és a tradicionális találkozott. Erről az installációról, hogyha helytálló az a kifejezés, konkrétan tudom, hogy a Családi Szennyes címet viseli, és valóban itt kis bugyik, trikók. Ugye a Családi Szennyest az ember általában nem teregeti ki, de úgy látszik Szilágyi Erzsébet most kivétel, tehát mit lehet ennek a hátteréről tudni? Ez egy bátor művész és egy bátor női vállalás. Erzsébet a művészeti előszavában leírja, hogy a válása után úgy gondolta, hogy ilyenféle munkákat is végeznie kell, alkotnia kell, ahol a hagyományos női szerep, a hagyományos ugye, takargató szerep mellett egy bátor, egy új bevállalós női szerepet is megpróbál. Hogyan fogadták a látogatók, akár ezt, akár az összes többit? Volt, aki megfejtette ennek a jelentését, és azt hiszem, akik így jártak, gazdagodtak. Volt, akinek ez újszerű, úgyhogy nyilván vegyes fogadtatás volt, de sikeres volt a kiállítás, tehát házzal nyitottuk. Február közepéig nézhetik meg az érdeklődők ezt a kiállítást. Nagyon örülünk, hogy itt lehet, és mindenkit szeretettel invitálok.